Hát ezt nagyon vártam már, ami ma este fog következni. Ez egy nagyon régi álmunk, és hála jó Istennek megvalósul, hogy pokoljárás, istenkeresés, megbánás, vezeklés, útkeresés, lázadás, a lent és fennük az összes dinamikája. És szeretném a színpadra szólítani rögtön, hát mondjuk úgy látom, hogy Pajor Tamással lehet. Korábbi alkalmaim, rendezők, írók, és hogy akkor miért mozdulunk el a kizárólag az alkotói oldal irányából. És azt gondolom egyébként, hogy az életennél sokkal bonyolultabb, vagy sokkal egyszerűbb. Az alkotói folyamat az valahol egészen máshol kezdődik, mint mondjuk a tiszta papír, és ezért van itt velünk Attila. Meg ezért van itt mind a három vendégünk, és szeretném a színpadra szólítani Ott Annát, aki mint mindig vezeti az estet. Úgyhogy szeretném azt, hogyha egy óriási hullámvasutat járnátok be ma este. Köszönjük, hogy itt vagytok. Úgyhogy sok sikert! Jó estét, sziasztok! Köszöntök mindenkit, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek mind a hárman. Valóban egy nagyon különleges alkalom. Azt kértem a Krisztiántól, hogy alapozza meg a hangulatot egy verssel, amit akkor írt, amikor a leglentebb volt az életében, mert van egy ilyen optimista elképzelésem, hogy majd lentről felfele fogunk haladni, és ilyen lesz a beszélgetés így, úgyhogy kérlek, olvasd fel a verset, Krisztián. De majd a végén kommentálom, mert szóval zavarba jöttem ettől a kérdéstől, hogy valójában mikor voltam, meg miért nem. Hogy hozzáteszem, hogy a fiatal koromban azt, hogy mi ilyen vagy, mi arra használtuk szlengbe, hogy rettetesen betéptél és össze-vissza beszélsz. Szóval... Köszönöm. Szóval meg azért szeretném elmondani, miért erre gondoltam, hogy a sziget szó. Kit lenne szívem oda magammal vinni, aminek már a létezésében sem hiszek, ha van is bennem szív, csak egy parányi sziget. Karácsonyi puzzle, amit a szülők a szélek után meguntak, feladtak vagy félreraktak. Hülye vagyok, feliratú puzzle vakoknak. Hülyékkel vagyok körülvéve, mondta a papa, és vénségére felköltözött a szőlőbe egy szokorrádióval. Ki vagyok én, hogy hasonlítok mindenkire, csak pont a papára nem. Méregerős levesen vándorló zsírcsepp, mindenki sziget, senki sem sziget, minden folytatható, de minek. Volt barátnőm barátsága, apám utolsó bicskája. 7 éve nem láttam a tengert, élő embert egy hete, a redőnyök leeresztve, a külvirág kirekesztve, mintha valami nagy boldogság ereszkedett volna szívemre. De nem az ereszkedett. Zárt rendszer, nem az a kimondott trópus, éjszak fogtárgyak tömege, fulladj bele a tenger tele, palack az, ami fennmarad. 7 éve nem láttam a tenger, élő embert egy hete, akkor sem nyertem vele semmit, és ő sem nyert, eltávolodtunk, lerombolódtam, múlt időben sem beszélnek rólam. Nem, hogy én, de semmi sincs jól. Jól van. Az ember végül úgy él, mintha már halott volna. 60-ról felmegy 85 kilóra, hátat fordít, már fel se kell, a nap se, némán elmosogat, majd holnap, sziget, szájában elalszik a cigi, Isten mindenki előtt szétcsúszott, sziget, vagy inkább ki se emelkedett. Nélkülözünk, körülnézünk. Körülnézünk, nélkülözünk. Szólottam én, gyenge szárny. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Szóval tényleg sokat gondolkodtam ezen, és meglepő módon egy korai verset választottam. Pont ezért, tehát hogy arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen
felkérésre, az Agybi című folyóirat felkérésére keletkezett, és akkor már nagyon-nagyon régóta nem írtam. Körülbelül azt gondoltam, hogy nem is tudok írni. Tehát eleve volt ez a probléma, hogy nem feltétlenül, tehát hogy ez nem ugyanaz, hogy melyik vers szól arról, amikor a legmélyebben voltam, és melyiket írtam akkor, amikor a legmélyebben voltam egyfelől. Másfelől meg ez még egy olyan vers, amikor tehát leszámoltam azzal, hogy én költő vagyok, és még ez ebből kibillentő kapcsolat, ez nem lett meg az életem, majd erről nyilván beszéltem, szóval még a Zsófit nem is ismertem, és ezért nem egy olyan verset olvastam fel, amit az ő halála után írtam, mert furcsa módon ez a traumatizáltság, ez igazából, akkor volt dolgom, akkor hirtelen egy ilyen szinte hisztérikus energikusságban voltam, amikor meg ezt csináltam, akkor meg depresszív voltam, vagy talán a depresszió legmélyebb pontján voltam, és hát kb. Ennyi tudtam. Tehát, hogy ezek valahogy nem esnek egybe, és furcsa módon a gyász az egy ilyen furcsa ambivalens kettős állapot, tehát annak van egy ilyen high része, és azt képzelem, vagy én azt tapasztaltam, és ezért inkább ezt a régi dolgot szedtem elő. Szerintem rögtön az elején ugye az a címe a beszélgetésnek, hogy lent és fent, és én nagyon szeretném, hogyha ti mondanátok el, hogy nektek mit jelent az, hogy lent, és mit jelent az, hogy fent, és mikor voltatok úgy most így innen visszatekintve a legmélyebben, és mikor voltatok a legtetején eddig az életeteknek. Tamás, Attila? Szóval, hogyha nagyon vicces akarok lenni, akkor én mindig azt szoktam lenni, hogy nagyon sokat ültem, és nem lehetne esetleg állva az interjút. Ez a nagyon lenti rész. És igazából a lent az egy szubjektum. Tehát ugye kinek mi a lent? Én megjártam a poklot, megjártam a damaszkuszi utat. Rengeteg törés volt az életemben. Nyilván mindenért én voltam a felelős. Persze az elején mindenki más volt a felelős. Az, hogy hol van az ember lent, ezt soha nem tudjuk. Tehát mindig vannak az emberben olyan pontok, amikor még mindig lehet lejjebb. Az, hogy hol van az ember fönt, az nekem ma már azt jelenti, hogy most ütött a nap, és nem állt mögöttem, és masszer se. Tehát ez már fönt vagyok. Nehéz egy pillanatot megragadni, mi volt a leglejjebb, de voltam lent, az biztos. Hát ugye én 17-18 éves koromtól kezdve azt gondoltam a világról, hogy minden, ami benne van, azt meg kell tagadni, és csak a totális lázadás az egyedül igazságkereső életforma, és emiatt aztán a totális lázadást választottam. A narkotikumok világát és a folyamatos permanens házibulizást, és legbelül nem éreztem ezt sem igaznak, de valamelyest adekvátabbnak, mint beilleszkedni abban a szürke, ötlettelen kommunista világban, amiben felnövekedtem. És hát, hogy mikor voltam a leglejjebb, az talán akkor volt, amikor ezzel az életmóddal is totálisan meghasonulva a Biblia megszólított belül, és egyfajta szellemi módon rám bizonyította azt, hogy nagyon nagy bajban vagyok. És ebben a nagyon nagy bajban én meg tudtam szólítani Istent, amit szintén neki köszönhetek, és akkor indult el az utam felfelé. Menjünk vissza egészen régre. Mik voltak a gyermekkori álmaitok? Minek készültetek ti gyerekként? Oké. De akkor válaszok én csodálatot. Ki lehetett szerintem? Hát ez nyilván retrospektív derül ki, tehát az is simán lehet, hogy kiderül, hogy most vagyok a legmélyebben. Másfelől ugye az is van, hogy van ez a fura fénytörés, tehát hogy mivel az aranykort azt folyamatosan a múltban helyezed el,
Ezért van ennek egy, hát az is lehet, hogy nem tudom, milyen 6 éves koromban, amikor menekültünk anyámmal, apám elől, másztunk át a kerítésen, és még baromira nem lehetett tudni, hogy egyáltalán bármi, tehát hogy testre fogok jönni gimnáziumba, és nem tudom én, nyitva volt a lehetősége annak, hogy nem tudom én, most jobbik alelnök legyek, hogy hát első generációs vagyok, sváb vagyok, frusztrált, hogy de hogy nem, nem szóval nehéz ez, nehéz erre válaszolni, de hát nyilván ez a, inkább azt mondanám, hogy csalódott, az tényleg ez, amikor ezt a könyvet írtam, tehát ez azért nagyjából az volt, hogy azt hittem, hogy megvan oldva az életem. Tehát, hogy nem olyan értettem, hogy a Tamásé van megoldva, tehát metafizikailag egyáltalán nincs meg. Honnan tudod, hogy ez ennyi megvan oldva? Hát úgy, hogy azt mondod. De ezt nem mondtam. De remélem lesz. Jó, mindegy, szóval tehát a metafizikai ürességet és megvertséget azt nem sikerült persze megoldanom, de nagyon sok minden más igen, tehát kb. Volt egy polgári életem, arra készültünk, hogy majd nem tudom én, gyereket csinálunk Nagymarosra, és már újra írtam, és már nem tudom, pénzünk is volt, szóval úgy nézett ki, hogy akkor innentől kezdve mindent, tehát hogy így perspektívák nyíltak, volt középtávú tervnek, nem tudom, hosszú távú terv is. Korábban mondjuk 3 napot láttam előre. És hát akkor így kiderült, hogy ja, hát abszolút nem tartok semmit a kezembe. Föl nem a sorsomat, azért az elég súlyos tapasztalat volt. Szóval lehet, hogy ez. De mi volt a B-kérdés? A gyermekkor. Minek készült egy gyermekként? Madarásznak. Madarásznak. Abszolút a kamaszkoromban volt az, hogy akkor eltértem költőnek. Tehát én nagyon sokáig akartam ornitológus lenni, abszolút ezért toltam is, mint az állat, én ilyen monomániás vagyok, vagy hogy mondjam, tehát hogyha valamit csinálok, akkor azt csinálom, nem tudok más csinálni, de azt viszont tolom, mint az állat, tehát hogy az akkor ez az ornitológia volt. Aztán volt még egy ilyen matematikus periódus gimnázium elején, és aztán jött a költészet, de nem is tudom, hogy volt a más. Talán nem. Ja, nem voltam pókerjátékos is. Attila, te már szorizgáltál a gyerekkorodról itt lent a beszélgetés előtt, elmondod itt nagy közönség előtt is? Milyen gyerek voltál? Hát valószínűleg kihagytam kiskoromban, és valószínűleg gyerekként is úgy éreztem, hogy szabályok rám nem vonatkoznak. Tehát nem az volt a szabály, hogy nincs szabály. Tehát ugye világéletemben úgy éltem, hogy mindig én alakítottam a szabályokat, és mindenki hozzám igazodott. Ennek meg volt egy oldala is, viszont ennek voltak konzekvenciái. Hát csak úgy kezdtem a gyerekkoromat, hogy iszonyatosan rossz gyerek voltam. Rossz könyvek kerültek a kezembe, én már 10 évesen tudtam ki a Ronny Bix, valószínűleg nagyon kevesen tudják, ő az angyalai vonatrablás egyik értelmi szerzője. Tehát én nagyon-nagyon rossz könyvek társaságában nőttem föl. 9 évesen már a templomból kitiltottak, tehát ugye a plébános úrnak megittem a miseborát és az ostorát. Eléggé hiperaktív, szokták mondani most a mai világban, hogy egy hiperaktív gyerek. Bűnöz gyerek voltam, minden évben kirúgtak iskolából is. Néha találkozok emberekkel és megkérdezik, hogy nem ismersz, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy hol ültünk. Hát nekem ez a kiindulási pont az életemben, sajnos hozzá kell tennem. Ugye, eredetileg sportolónak készültem, aztán zenész akartam lenni, többek közt hangszereket loptam, és azt hiszem, hogy az országban én vagyok az egyedül, aki hangszerek miatt ültem a siten, illetve ott kezdtem a pályafutásomat. Tudnélik, egy zenekarnak elvittük a hangszereit, és mondtam a cimboránnak, hogy figyelj, add el, mert ez egy jó biznisz, és akkor ebből majd csinálunk saját zenekart. Hát a cimborám éppen azoknak árult, akiktől elloptuk. Úgyhogy így a fajlalt visszanyalt, és ugye akkor megdőltem. És onnantól kezdve tulajdonképpen az életem így eléggé hektikussá vált, megjártam a munkaszolgálatot, tehát ugye nagyon sok mindent csináltam, voltam sírású, úgyhogy bárkinek a sírják meg tudom ásni, esetleg erre van igény. Nem ezért lettem keramikus, mert ugye nyilván van valami köze a kerámiát, illetve az agyakhoz, illetve az ásáshoz, de összességében sportoló szerettem volna lenni elsősorban, de az élet úgy alakult, hogy sajnos sportban nem tudtam alkotni. Most már egy közmunkában is lehet sírt ásni, úgyhogy... Erre nem tudtam, de jó alkalom, hogy esetleg. Sajnos én is elég korán megismertem Ronny Bix életútját, bár ezt nem ültettem gyakorlatilag, legalábbis nem olyan szinten, mint az Attila.
Lényeg, hogy az első pánzenekarnak ő volt a eszmei idolja, és egyébként pedig hát abban az időben az egyik kedvenc filmem a Bonnie és Clyde volt, ami... Köszönöm. Hát nyilván a valóság azért az sokkal csúnyább volt, mint a film, de hát ilyen hülyeségekkel foglalkoztam én is, hát hála Istennek, hogy végül is más szakmát választottam, mint az Attila, de nem rajtam múlt, hogy az nem lett legalább ilyen rossz, sőt még rosszabb, mert tulajdonképpen az akkori barátaim közül, a legjobb barátaim közül sokan ma már réges, hogy nincsenek velünk. És egyébként pedig egy teljesen polgári zsidó családban nevelkedtem, de talán pont ez volt az a kommunizmusnak azzal a milliójével vegyítve, amiről már szóltam, ami aztán a totális lázadás irányába vitt, és ez volt az elegy, ami nálam kiakasztotta azt az irányt, hogy ne kövessek senkit, aki a környezetemben volt, illetve hát talán megismerkedtem a magyar underground akkori új szereplőivel, és bennük véltem felfedezni azt az impulzív löketet, ami alapvetően más volt, mint ami akkor körbevett. Készültem nektek videóbejátszásokkal, ezek felelhetők az interneten, úgyhogy bárki számára ismerhetők lehetnek, és szeretném Krisztiánéval kezdeni most. Én megpróbálom elindítani. Ezt szerintem fel van gyorsulva, és nincs is hangja. Nem szoktam ilyen gyorsan beszélni. Most legosztabb esetben termi történt, legosztabb esetben kikugnak onnan, akkor mondjuk a tárgyaim meg a könyveim azok a raktárként használt anyám lakása dologi két szobás panel egyik szobájába akkor felhalmozódnak, úgyis ott van a könyveim 90%-a, és akkor vagy valakinél lakom szívességből, így szívességből ott, vagy nem tudom, vagy élem a nomád életemet, amit éltem sok éven keresztül kamaszkoromban, másképp is gimnazista koromban rúgtak ki a kollégiumból, akkor úgy éltem, hogy így lementem a kocsmába, nem tudom, aztán átmentem a még tovább nyitva tartó kocsmába, és ott már aztán biztos, hogy valakivel összehaverkodtam annyira, mint tudom én, hogy a Zanzibár zárása után akkor ott aludtam. Aztán másnap megreggeliztem, meg másnap mentem a Traffordba. Maradt annyi pénzem, hogy abból tudjak, nem tudom, borozni és venni két könyvet, mert ugye nyilván volt bennem ez az első generáció soknak, ez a snob dühe, hogy könyvtárat építeni. Ez a bicikli, csak kidúrom talán sok kereke, és nincs pénzem megjavítani. És itt a színház. Sziasztok, egy percre. És akkor itt van a színész öltöző, tehát így szoktam tusolni. Itt van a nagyszerű törölköző. Két húsfűből. Sajnos már csak hidegvíz van valamilyen nem tudom oknál fogva. Tehát annak van egy szuper romantikája, hogy az ember felébred egy kocsmába, ragad egy újságot, kér egy kávét, tehát ezt fel lehet fogni ilyen krúdisan is. Más kérdés, hogy azért van az egész, hogy olyan fajta kiszolgáltatottság, hogy egy tehát a másik oldalára a dolgnak meg mondjuk kevésbé krúd is. Ezt azért pontosan látják itt, hogy egy csomó mindent csinálok én is szívességből, és az nyilván ugye úgy van, hogy teszel szívességeket, akkor kérhetsz is. Alapvetően ez az egyik mély stratégiája a kölcsönkérésnek, de ehhez az is kell, hogy amikor te véletlenül pénzhez jutsz, nekem most az NK, aki fizetett egy alkotói támogatás második részletét, akkor volt a zsebemben pénz, az nagyjából napi 10-20 ezer forintos átlagba mentem mondjuk annak a harmada, mert hogy boldog-boldogtalan hívtam meg kocsmákba azokat, akik aztán a következő fél évben majd engem hívnak meg, vagy az előző fél évben engem hívtak meg, mert mindig figyelek, hogy megadom a tartozáson a embereknek. Van olyan, hogy egy következő kölcsönről adom meg az előzőt, meg nagyon sok minden, de ezekre azért figyel, hogy erre muszáj figyelni, ez az alapja ennek az életformának. Egy-két rövid
ilyen megjelentős egy bűnözés szemű elhajlástól, mint újságírás ideig. Eltekintve az a nagy sát az eddig időmben, ami ez kedvem volt. Tehát, hogyha ehhez még, vagy ezért még pénzt is kaptam, az egy plusz jó, két lábbal kéne állni a földön. Én persze egyébként azt látom a környezetemben, hogy akik elkezdenek két lábbal állni a földön, azok tényleg mint a népmesébe. Tehát először két lábbal a földön, aztán térdig, aztán derékig benne, aztán már nyakig benne, és akkor szuper, tehát hogy és már mozzani se tudnak, mert nem tudom én, mert az a tárton a föld, az már nem engedi azt, hogy bármilyen spontán mozdulatot tegyenek. Tehát akkor egyszer csak így azt látom, hogy ebben a nagy felelősségben, ebben a polgári létezésben, ebben vannak rettetes nagy előnyei, tehát például lehet látni minden évben a tengert, ugye már nem láttam 5 éve, és a többi, de cserébe viszont ugye el kell fogadni a munkának azt a definícióját, amit meg én nem vagyok hajlandó elfogadni, mert a munkának ugye ez a közkeletű definíciója, hogy szopás a pénzért. Mi a kérdés? Mi a kérdés? A kérdés az, a társadalmon kívüliségről szeretnék beszélni egy kicsit, amit már te is említettél, Tamás, az előbb. Itt azért ebben a bejátszásban nagyon sokszor előkerül ez, hogy a munkát azt egyáltalán nem úgy képzeled el, ahogy az átlagember. A normáknak megfelelni, a normálisnak lenni az a végén teljesen eltemeti az ember. És nekem a legizgalmasabb az volt, hogy ez a másodikos gimnáziumban előjött, hogy te kivonultál gyakorlatilag a társadalomból, és nomádként éltél, te így fogalmazol. Nem, ez egyszerűen csak arról szólt, hogy 10-50-kor ment az utolsó busz dologra, minden koncert tovább tartott, és akkor valahogy meg kell tolni, hogy Pesten lakjak, aludjak valahol, hol kocsmákban aludtam, hol megismerkedtem emberekkel, vagy megismertem őket, és akkor náluk. Tehát, hogy a kollégiumból nyilván kirúgtak nagyon gyorsan. Ilyen. Egyébként rájöttem, tehát, hogy voltak éppen azért, tehát egy bankot azért nekem is sikerült kirabolnom a rájöttelezet, ez a rossz hiszemű hitelfelvétellel. Tehát én azt a nagyjából az első pillanatban tudtam, hogy ezt nem fogom nekik visszaadni. És végül is nem is adtam. Ugye ez a videó az részben azért készült, hogy volt egy ilyen happening jellege is, vagy én próbáltam úgy felfogni, de alapvetően volt egy nagyon praktikus számító része, hogy akkor már eléggé szorongattak, és akkor ugye index videó, index kamerákkal megyünk, barom jó fejmódon akartak viselkedni, ezért fölértékelték a piaci áron 12 milliós lakást 25-re, hogy tudjanak áthidaló kölcsönt adni, ezzel be is mattolták magukat, utána a következő, nem tudom, 5 évre nem tudták elárverezni, tehát hogy én bennem volt ez a számítás, amikor ez a videó elkészült, tehát amikor megkértek arra, hogy csinálják ezt a videót. Szóval mindegy, de hogy... amit az Attila mondott, az a... És az a baj, hogy most is bizonyos értelemben egyetértek. Tehát, hogy... Szóval a hülye szabályokat nem kell betartani egyszerűen. Tehát, hogy... Nem gondolom azt, hogy egy szabály pusztán azért, mert tehát, hogy nem vagyok szabálykövető. Másfelől, sőt, tulajdonképpen azt gondolom, hogy ilyen kényszeresen vagyok szabályszegő, tehát szinte tulajdonképpen ez is egy üze, hogy ebben is van egy kényszeresség, tehát pontosan tudom, hol a határ. Nagyon irigyem azokat az embereket, akik nem tudják, hogy hol a határ, azok rettetesen boldogak lehetnek. Én sajnos tudom, hogy hol a határ, viszont kényszeresen valahogy át akarok azon svisszolni. A B még, ami ezt említott erről, hogy hát nem tudom, tehát Arany János vagyok a szabályszegés állarcában, vagy nem tudom, mégiscsak van bennem a kispolgáriság értékei iránt egy reménytelen vonzalom, tehát hogy azt, hogy nem tudom én, családgyerek autó, bankszámla, nem tudom én, tehát hogy ezt valahogy így mindig ünnep minden nap, amikor nem iszom, de hát egyszerűen nem megy, tehát
Én nagyon megleptél, Krisztián, mert nem gondoltam, hogy nálam is jobb üzletember vagy. De nem nehéz nálam jobb üzletembernek lenni, de nálam fordított, hogy már engem rabolt ki a bank, ugye a hasonló válság alatt. Hát itt a szabályszegésnél ugye ezek mindig nagyon relatívak ezek a szabályok, vagyis hát nagyon sok relatív szabály van, amihez nagyon sok ember igazodik. És alapvetően azt gondolom, hogy a deviancia az sokszor olyan embereknek a gyűjtőhelye, akik nagyon szeretnék, nagyon keresik az igazságot, és érzik azt, hogy ez a világ ez egy elfuserált hely. De ez nem csak akkor volt így, amikor a kommunizmusban éltünk, hanem sokkal ravaszabb módon, de most is így van. Úgyhogy alapvetően az, ha valaki ezt tagadja a lázad ellene, ez nem okvetlenül a rossznak az ismérve, hanem de lehet belőle az is, persze. Itt ugye a szabályszegésről a te esetedben Attila azért mindannyian tudunk, mármint hogy hányszor és hogyan szegted meg a szabályokat, szerintem mindannyian tudjuk. Nekem amikor a Krisztián videóját néztem és a társadalmon kívüli léten gondolkodtam, akkor a te esetedben az jutott eszembe, hogy az egyik legnagyobb csoda szerintem, hogy te visszatudtál illeszkedni a társadalomba. 13 évig ültél börtönbe, 17 évet kaptál, most már 5 éve, ugye? 5 éve vagy szabadlában. Van egy munkád, van egy jól menő vállalkozásod, lett egy feleséged, nem estél vissza, nem lettél drogfüggő. Ez minek köszönhető, hogy te vissza tudtál illeszkedni a társadalomba? Azt hiszem, hogy itt is megadom az alkalmat, és elmondom, hogy ahhoz, hogy az ember vissza tudjon illeszkedni a társadalomban. Ugye maga a rendszer az úgy van kitalálva, és ezt most nem viccnek szánom, hogy amikor elmentem a pártfogóhoz, annyit közölt, hogy abban tud segíteni, hogy megadja a hajléktalan szállók címét. Tehát ugye a reintegráció tulajdonképpen itt ennél a pontnál megszűnik. A rendszer nincs felkészülve arra, hogy embereket visszailleszen a társadalomba. Nem is ez a célja. Ugye a rendszer úgy van kitalálva, hogy X ember bemegy, X ember kijön a börtönből, nyilván a börtönőröknek is kell munkát adni, a rendszert, az igazságszolgáltatást fönn kell tartani, tehát nehogy már visszailleszük az embereket a társadalomba. Nagyon sokan papolnak erről a reintegrációról, nem is ismerik a szónak a jelentését, és én azt látom, hogy a gyakorlatban sajnos nem működik. Nekem piszok szerencsém volt, barátaim voltak, akik végig támogattak, akik végig segítettek, van, akik köztük itt is ül, és én nekik köszönhetem, hogy egyáltalán itt vagyok, és nagyon hálás vagyok, hogy vannak olyan emberek az életemben, akik amikor a felhők rámereszkedtek, akkor is velem voltak, és azt hiszem, hogy én hiszek abban, hogy a barátság az óvodában, illetve a lövészárokban kezdődik és fejeződik be. 40 év felett ugye nincs barátság felvétel, én ebben is hiszek. És ha ezek az emberek nincsenek, akkor én nem ülök itt. Tehát ugye lényegében neki köszönhetem, hogy én egy úgymond sikeres, nem azt mondom, hogy akkor leszek sikeres, hogy az enyém lesz a zsónai gyár. Nyilván most még azért nagyon sokan akarják a zsónai gyárat megkaparintani. De én mindenki lehet idealista, én is az vagyok, szeretek álmodozni, és én azt gondolom, hogy béke van bennem, és nekem a legnagyobb problémám az volt, hogy magamat elfogadjam. Tehát ugye egy nagyon komoly harc volt, nagyon komoly katarzis volt az életemben, hogy egyáltalán elfogadni azt, hogy mindennek a felelősein vagyok, és gyakorlatilag, amikor már ezt sikerült elérnem, akkor onnantól kezdve már, mert nem azt mondom, hogy egy békés ember vagyok, és valószínűleg az erkölcs is a morál mintaszobrát nem rólam fogják megmintázni, de megbékéltem a világgal, és igazából nem is haragszok senkinek. És soha nem jutott eszedbe, hogy újra kezd? Nem csábította ez? Hát, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor volt olyan barátom, aki azt mondta, hogy ha bármilyen csacskaságot csinálok, töröljem ki a telefonszámát a eszembe, illetve az életemből. Ha másért nem miattuk, nem tehetem meg az, hogy visszaesek, ugyanis akik segítettek rajtam és bizalmat adtak, illetve bizalmukba fogadtak, már csak velük sem tehetem azt meg, hogy visszaéljek a bizalmukkal. Egyrészt, másrészt meg már 50 éves elmúltam, úgyhogy nem akarok kergetőzni a rendőröket, rendőrökkel eleget kergetőztem. Szerintem ez egy tök jó motivum, mint az előbb mondtál, mert ez a bizalom követés, ez tart meg téged a jó úton, és ez viszont azért más, mint a szabálykövetés. Tehát a szabálykövetésben van egy félelem effektus, hogy azért nem teszem, mert félek. Igen. Ebben viszont egy pozitív. Pontosan. Tehát ugye az a helyzet, hogy ez egy skizofén helyzet, hogy el kell dönteni, hogy most szabálykövető vagyok, normakövető vagyok,
kinek akarok megfelelni, de az a helyzet, hogy elég sokat balhéztam, és már elég a cirkuszból. Nem azt mondom, hogy soha nem fogok fütyülni a templomba, tehát ugye valószínűleg azért benne van a lázadás, mindig is benne volt, de összességében én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az embernek lehetőséget adnak, és én ezzel tudni is kell élni tulajdonképpen. Tamás, most szeretnék levetíteni róla egy kis videót. Köszönjük, hogy te vagy a Krisztus, és megköszönöm azt, hogy téged dicsőíthetlek, és a te nevedet emelhetem föl, és téged imádhatlak. A názareti Jézus Krisztus hatalmas szent nevében. Amen. Én elfből nem játszom a régi számaimat. Sőt, amikor meghallom őket, akkor kikapcsolom, elmegyek onnan. Számomra az befejeződött, és egy nagyon éles határvonalat húztam. Természetesen meghallgatok sokféle zenét, de van egy kör, akit nem szeretek. Nem csak nem szeretek, nem is hallgatok, és ebbe beletartozik az egykori önmagam is. Egyszerűen, amikor kiálltam, akkor azt értem át, azt éreztem, hogy én valahogy arra vagyok, és azért élek, hogy üzenetet közvetítsek az embereknek. Ez a megmagyarázhatatlan, szinte spirituális élmény, ez bevésődött, és azt gondolom, hogy ez nem is volt rossz a dologban, mert tulajdonképpen ma is ezt teszem, csak ellenkező szellemi előjellel. Istentől volt bennem. Azt is tudom, hogy több dalszövegemben keresgéltem, és Jézus nevét is megemlítettem, de én tudom a legjobban, és ez engedtessék meg, hogy ez miből származott. Nietzsche Zarathustra könyvéből vettem az igéket, és azt komolyan vettem, hogy ez egy őrület. Aki ezt komolyan veszi, az be fog kattani, mint ahogy maga a szerző is. Én azt gondoltam, hogy a rock and roll az az, hogyha az ember minden pillanatban úgy lépi túl a határait, hogy a buszon atrocitálja az embereket, vagy kilóg az ablakon szétdrogozva, és csak egy pillanat választja, hogy ne zuhanjon le, vagy a mozgó autó tetején ugrál. Én azt hittem, hogy ha ezt nem csinálom minden nap, akkor egy ilyen átlagos semmilyen. Hát ilyen téveszmét mozgattak. Ez szerintem sokkal súlyosabb volt, mint a drog. Mi az, hogy mit mondtál? Na gyere! Tegyük, hogy egy óriási pózőrség volt, mert azért a hegyről jöttünk, ahol a szocialista burzsuázia lakott, és ilyen figurákból állt a zenekar kivétel nélkül. Tehát ez a pankoskodás az azért egy nagyon nagy álság volt. De nyilván ez azért volt szimpatikus, mert ez egy ilyen kompromisszummentes szembenállásnak tűnt mindennel szemben, ez az egész kockafejű, béna, beszürkült világgal szemben, ami akkor a közállapotokat jellemezte. A rohadt szemét, gekis fasiszta, álló, állatok! A sík szó az a szovjetek. Pedig több kérdés is felmerül azért a pár perc kapcsán. Az első például ez a lázadás, amit már mindhárman említettetek, és most láttuk is. Ugyanakkor azt is elmondott, hogy azért a Rózsadombra leleszkedtetek le a busszal a város. Szabadsághelyre. Bocsánat, Szabadsághelyre. Mi ellen lázadtál? Mi volt a probléma? Szabadsághegy ellen.
minden ellen. Hát, szóval, ugye, ez is egy virtuálságos dolog, ha már itt tartunk, amikor ma, mondjuk a mai tehetségkutatóban a zsűritagok azt mondja, ez az apám, ez a rock'n'roll, csinál, bulizzál! És közben az egész egy akkora nagy műmajerség, hogy a Föld nem hordott akkoriban, illetve a hátán. Mert ha valaki kíváncsi arra, hogy tényleg mi a rock'n'roll, akkor valószínűleg ez, de ebbe bele kell döbleni. És aki ezt konzekvensen végigcsinálja, ez bele is döblik, hát erre nem egy példa van. Úgyhogy ezt azoknak a figyelmébe ajánlom, akik ezt az all rock'n'roll étoszt meg lehet föltámasztani. Hogy tulajdonképpen... Az ellenkezőjel is van példa. Hát, a Bukowski mondjuk irodalomban, persze, de... Nézd, persze, mondom, tehát ma is bele lehet ebbe halni következetesen, ha valaki ezt végigcsinálja, csak ugye kérdés az, hogy egyáltalán minek, és ez hova vezet, és mit változtat meg a világban, mert azért mégiscsak egy normális ember, és mindenki általában törekszik a jóra, valami olyasmit akar elérni, amivel jobb lesz a világ. Na most az, hogy no future, az ugye eleve egy deklarált totális tagadás, aminek abban a kontextusban volt értelme, mert maga a rockzene, ugye, amely azzal az igényel lépett föl, meg az egész rockkultúra, hogy megtagadjon mindent, ami a tradicionális világot jellemezte, az is meghasonlott önmagával, és a 70-es években gyakorlatilag kialakult az a szórakoztatóipari jelenség, ami mára már totálissá vált. És tulajdonképpen ez a No Future ez ellen szól. De ez képest viszont a... De amikor a No Future elindult, akkor 5 perc alatt az is óriási biznisz lett. Jó, de most az állami ideológia szint, tehát az állami ideológia szintjére emelkedett. Tehát a minimum, ugye nem tudom, 8 éve az van, hogy No Future, de szerintem már nem tudom, 18 éve az van. Tehát egy No Future világban élünk. Tehát amit ma ellophatsz, tarvágás... Hát igen, csak azért... Solna ide. Szóval a Zsolnai gyár az egy körékeny téma, úgy láttam. Na, szóval visszatérve ennek a gondolatnak a főáramára, szóval itt igazából ugye a Rock'n'Roll az egy Rock and Troll című dalom, az pontosan arról szól, hogy mára ez az egész a show businessnek az első számú mozgató rúgójává vált, ami hihetetlen nagy önellenmondás. Az egyik jó ismerősöm egy nagyon menő étteremben szakács, és amikor a Rolling Stones itt adott koncertet, akkor ő szolgálta ki Mick Jaggert, és elmondta, hogy Mick Jagger a vacsora után elővette a laptopját, és elkezdett sortolni. Hát szóval ez a rock'n'roll ma, úgyhogy... itt én nem érzem azt az önazonosságot a dologban. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy azért ebben nem csak a nagy igazságkeresés volt benne, hanem a romlott emberi természetnek a mérhetetlen sodródása, dekadenciája, és persze marhára elhitettük magunkat, hogy valamiféle elit körhöz tartozunk, mert amikor mások mentek szép szorgalmasan a munkába, akkor mentünk haza hajnalba a bulikról, de igazából mondjuk az időnknek azért a 70%-át a dögunalom tette ki. Tehát nem egy ilyen romantikus hősködés, mint aminek itt tűnik, dögunalom. És végső soron azt tudom mondani, hogy azok a barátaim, akik ezt tényleg komolyan vették, azok ebbe bele is haltak. Na most miért éljek én egy olyan életet, aminek szükségszerű következménye a totális pusztulás, hogyha valaki őszintén csinálja, ha meg meghasonlottan, akkor el lehet menni a tehetségkutató zsűriébe, engem is hívta. Hogy azért ez a középút, szóval ezek nagyon végleges dolgok, szerintem amiket ti csináltok, szóval lehet szóval 15 évig nem írni, majd újraírni, nincs pénzünk, ezért elmegyünk bankot rabolni, és a punkból rögtön a hit felé és Isten felé tenni, ezért ezek nagyon végletes dolgok, hogy a középszerűség az egyáltalán nem merült fel, hogy mint opció? Nem tudom, nekem, hogyha nincs pénzem, mondjuk, akkor... Nem tudom, az a helyzet, hogy
én úgy élek, hogy megtanultam azt, hogy félig semmit nem lehet csinálni. Tehát ugye az egy közhely, hogy ugye félig az ember nem tud rákos lenni, félig nem érdemes szeretkezni, félig nem érdemes meghalni, illetve nem lehet meghalni. Tehát most, hogyha kirabolok egy bankot, akkor kirabolok egy bankot. Tehát ugye azt lehet rosszul is csinálni, lehet jól is csinálni. Nyilván nem a, de ez nem egy bankrabló tanfolyam, tehát ugye esetleg aki erre jelentkezett, azt kérem, hogy most álljon fel és menjen el, mert ugye nem szeretnék tippeket adni, tehát nem azért jöttem. Én végletek embere vagyok, tehát eléggé hedonista módon éltem világéletemben, és én nem hittem abban, hogy csak féli dolgokat. És hogyha nem volt valamilyen problémám, akkor nem az észérveket, a racionalitást használtam, hanem zsigerből, izomból próbáltam a dolgaimat megoldani, és ez sajnos sokszor visszajutott. Tehát én nem gondolkodtam túl sokat, egyszerű vagyok, mint a koposószög, tehát ugye nem problémáztam a dolgokon, nem moralizáltam, többek közt ezért kellett is igyak olykor a bankrablások előtt, mert ugye józanul nem mertem volna ezt megcsinálni. Tehát nekem van egy olyan hozzáállásom a dologhoz, hogy félig semmit nem lehet csinálni. De most ezt elmondtad, hogy te nem gondolkozol, és most mégis itt ülsz. Mi ez a fordulat? Mikor történt ez a fordulat, amikor te azt mondtad, vagy kontrollálni tudod, tanultad meg magad? Vagy mi történt? Vagy ez a 13 év azért megtanított? Hát nyilván régen nem ilyen voltam. Azt tudtam mondani, hogyha minden inkább az ember idősödik, annál inkább bölcsebbé válik, legalábbis bízom benne. Ennek ez egy folyamat része volt bent a börtönben. Nyilván nem kerestem Istent, nem kerestem semmilyen kapaszkodót. Megpróbáltam a dolgaimat helyre rakni, és ugye elsősorban ugye a saját személyiségemet kellett rendbe tenni. És hogyha ha az ember összerakja önmagát, és ugye a világ legnehezebb dolga önmagunkat elfogadni. És én amikor elfogadtam önmagamat, onnantól kezdve rájöttem arra, hogy nincs nekem itt igazából lefőtt a kávébankrablás szempontjából, mert ugye DNS hajmintám, vérmintám, tehát ugye ezt maximum szkafanderbe tudnék bankot rakolni Magyarországon. És nekem egyetlen egy útam volt az, hogy... Hánykodó lenni, nem? Igen. Abszolút. Én rájöttem arra, hogy én akkor tudok kezdeni valamit az életemmel, hogyha tanulok, képzem magam, és egy ingerszegény környezetben megpróbálom a maximumot kihozni. És tulajdonképpen erre adtam a fejemet, hogy rájöttem arra, hogy muszáj valamit csinálnom is, mert ugye amit én eddig csináltam, az tulajdonképpen csak a rombolás volt, és úgy gondoltam, hogy ennél több van bennem, és szeretnék valami nem csak maradandót, hanem valami értéket is közelíteni, és ezért gondoltam azt, hogy muszáj a bankrabló szakmámat úgymond szögre akasztani, és beállni a sorba. És azt mondom, hogy ez a jövőm, tehát ugye én hiszek abban, hogy mindenkiben van valamilyen tehetség, csak hát ugye ezt meg kell találni, illetve segíteni kell azoknak az embereknek, akikben van valamilyen szúnyadó tehetség. A szökésed, ugye ha jól tudom, 100 éven belül hárman szöktek meg, és ketten meghaltak szökés közben, te túlélted. Hát, hogyha most el kéne mondjam, akkor nyilván nagyon sok, nagyon még ödröt kéne ásnom, tehát ugye nem akarok nem a részletekben. Nem a hogyanra, vagy nem akarok. A gyorskocsi utcában. Az lázadás volt, vagy csak szabadság vagy még több bors törése a rendőrség orral? Hát, ha lecsupaszítom, akkor lázadtam, ugyanis én 17 órán keresztül vallomást tettem. Most már ott tartok, hogyha Isten őriz egyszer még bevisznek a rendőrségre, az lesz az első dolgom, hogy kérek egy tűt és egy szérnát, és bevarom a számot. Még a nevemet sem leszek hajlandó elmondani, nyilván fogják tudni. Tehát nem éri meg őszinte beismerő vallomást tenni. Ott annál a szökésemnél ugye történt egy olyan esemény, hogy megküldtek azzal, hogy le akartam lőni a rendőröket, ami nyilván nem volt igaz. És ugye amikor engem elkaptak, akkor 4 bankrablásért egy testvérpár ült már 9 hónapja. És mondtam a zsaruknak, hogy tisztázzuk ezt a helyzetet, mondták, hogy ők már tisztázták, és tulajdonképpen belázadtam, mert azt mondtam, hogy én korrekt módon elvittem a balhét, 17 órán keresztül vallomást tettem, ők viszont zsigerből el akartak kaszálni, és rám húztak olyan vádakat, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy soha az életben ne szabaduljak, tehát ugye le akartam lőni a rendőröket, és ezt próbálták összerakni, és úgymond bosszúból mondtam a zsarúnak, hogy oké, hogyha ezt nem vizsgálják ki, akkor én meglépek. És mondta, hogy oké, amúgy igyon meg egy kávét, menjen, feküdjen le a cellába, aztán kialudja magát, és rá egy hétre megszöktem, illetve 3 hétre. Tehát ez is egyfajta lázadás volt, és az igazságot próbáltam úgymond tisztázni. Nyilván a későbbiekben a bíróságon ez tisztázódott ez a történet, de akkor abban a helyzetben azt gondoltam, hogy ez egyetlen egy megoldás, hogy meglépek a Gyorskocsi utcából. Akkor mutatok egy részt rólad. Jó? Vagy ez az... Antal Mindról filmből? Képzeljétek el, ezt...
teljesen kilátást alatt láttam a helyzetemet. Egy olyan barátnám volt, akinek sokkal több pénze volt, aki anyagilag jobban állt, és valahol ez bennem volt az, hogy én, mint férfi vagy mint ember, nekem nincs pénzem igazából, nem tudom elvinni esetleg nyaralni, nem tudok venni neki egy ajándékot, nem tudok semmit venni, nem beszélve nincs lakásom. Nagyon sok összetevője volt, ami miatt én elindítottam ezt a sorozatot. A sorozat végül 6 évig tartott. Ezen az ipari kamerával rögzített képsoron jól látszik Ambrus Attila módszere. Kimért, nyugodt, határozott és jól öltözött. Olvastam. Most nem akarok a könyveknek a nevét, meg a címét elmondani. Nagyon sok könyvben olvastam nagybűnőnekben, hogy a gyorsaság, a pontosság, a fegyelem, ezek ez hangok kell legyenek. A másképpen, hogyha ez nem működik, akkor vége. Akkor tökéletes bűncselekmény nincsen, mert ha lenne tökéletes bűncselekmény, akkor most nem lennék itt. Az, hogy mindent gyorsan csináltam, és mindent relatív gyorsan, és próbáltam nyugodt lenni, ehhez hozzátartozik az, hogy minden balhé előtt azért ittam. Most ez relatív kivászott, megittem 2-3 deci viszkit, megittem is, és ezáltal megnyugodtam. Az embernek az adrenalin szintje fölmegy, és ilyen helyzetben azért ez az ital, ez megnyugtatja, legalábbis engem megnyugtatott az ital. Hát a nő, ugye? Azzal kezdődik ez a videó, hogy azt mondod, hogy volt egy barátnőd, aki sokkal jobb módban élt, mint te, nem tudtad elvinni nyaralni, nem tudtál neki ajándékokat venni, ezért muszáj volt pénzhez jutnod. És a szerelem miatt gyakorlatilag, mondjuk az előbb azt mondta, hogy a rockzene miatt, de most már... Azért régebbi történet. Igen. És most a szerelem miatt gyakorlatilag elkezdtél rabolni, hogy pénzhez juss. Ez a kapcsolat, ez valóban ennyire fontos volt a te életedben? Hát az történt, hogy ugye egy süttyó erdélyi gyerekként ugye bekerültem egy értelmiségi családba, és ugye vasárnapi ebédnél ugye nem tudtam eleve késsel is villával lenni, tehát ugye ez is problémát okozott, és akkor a kedves mama kérdezte, hogy milyen perspektívát tudok a lányoknak nyújtani, és haza kellett menjek megkérdezni az értelmező szótárban, mi az a perspektíva. Tehát ennyire nem voltam képes semmivel. És ugye minden nagy ügy mögött ugye van ez a klasszikus mondás, hogy se se löfe, mert ugye keresd a nőt. Tehát az én esetemben is azért vastagon benne volt. Nyilván nem akarom a balhét a hölgyre verni, mert azért bennem is megvolt a lópor. Tehát nagyon sok minden, sok apró tényező volt. Tartoztam, mellesleg medvebőrökkel foglalkoztam, tehát medvebőrcsempész voltam, csak ugye letartóztatták a kontaktomat a határon. És így meg úgy gondoltam, hogy még egyszer nem akarom a román börtönvendégzetet élvezni, és ugye profilt váltottam, és onnantól kezdtem el privatizálni a bankokat, tehát ugye sok apró... Mondtam, már előre itt el a medvebőre. Igen, így is mondhatom. Hát én szeretném, hogyha Krisztián utoljára válaszolna erre. De Tamás, neked a nő és a szerelem, az hogyan volt jelen ebben a lázadó életedben, és most hogy van jelen? Elbújj. Na, szóval ugye az életemben nyilván ebben a szakaszában ebben sok fluktuáció volt ebben a témában. De alapvetően egy nagy szerelmem volt, igazából mindig is. De hát nyilván nem tudtam hűséges tenni akkor riban, és ez így tartott egy közel 7 évig. Az egyébként ilyen szerelem az elsőlátásra volt, egy ilyen ellenzéki bulin ismerkedtünk meg 1981-ben. Azóta is vitatkozunk, hogy 80-ban vagy 81-ben, de mindegy, szerintem 81-ben. És lényeg, hogy de hát ugye lement ez a hajtépés folyamatosan, és ez ment kb. 7 évig, és az a csoda történt, ami tényleg egy természetfeletti magyarázat van csak rá, hogy amikor én megtértem Jézus Krisztushoz, Istenhez, 1987. októberében, pont most 30 éve, akkor az első utam a Klárihoz vezetett, akivel akkor már tényleg úgy volt, hogy végleg vége, két gyermekünk sajnos nem tudott életben maradni, ami nyilván összefüggésben volt az az életmóddal, amit éltünk, és
És érdekes mód, volt egy pont, amikor mind a ketten éreztük, hogy lehet egy egészséges gyerekünk, és akkor újra összejöttünk, és imádkoztunk abban a szituációban, tehát totál zűlött életmód közepette, hogy legyen, és lett is, és megszületett, és ő megmaradt, a Kristóf, és ő szerepel is kisbabaként a Rocktérítő című filmben. De aztán utána folytatódott sajnos az ülés, és még mélyebb minőségben. És amikor viszont én megtértem, akkor az első utam Klárihoz vezetett, és kiderült, hogy egy héttel korábban ő is megtért, teljesen függetlenül tőlem. Úgyhogy ez volt egy olyan pecsét a kapcsolatunkra, amely azóta is tart. Ugye összességében 37 éve vagyunk együtt, ebből 30 évben, az elmúlt 30 évben hűségben, és hát három felnőtt gyermekünk van most már. Köszönöm! Mert ez nem egy divatos dolog. Aki egy kicsit is otthon van az irodalmi életben, az tudja, hogy 15 év hallgatás után te tavasszal egy új verses kötettel jelentkeztél, 42 a címe, mert 42 éves voltál akkor, és kétféle szakasz van a kötetben, pengével kell vagy késsel szétvágni, Zsófihoz írod ezeket a verseket, avagy Zsófi hatására ugye a felét miután találkoztatok. Zsófi volt a nagy szerelem, és Zsófi meghalt, és azóta én csak azt szeretném kérdezni, hogy most hogyan viszonyulsz ehhez a kötethez? Én azt hittem, hogy ő kezd, de... Figyelj, hát a... Tehát már írni is azért kezdtem a... Tehát a másodikos gimnazista voltam, totális balfasz. Nagyjából akkor még az volt, hogy... tehát annyira voltam balfasz, hogy azt, hogy kibeszeretek bele ilyen plátóian, ha azt is nagyjából az jelölte ki, hogy kire vannak rácuppanva a többiek, lehetőleg a mondjuk a kettővel fölöttem járók a gimnáziumban, és akkor nem tudom, ezt a meg kell nyerni ezt. Tehát hogy teljesen ilyen szarvasbőgésként képzeltem el a dolgot, tehát hogy a nőekben tulajdonképpen másodlagos, hanem hogy a csávóknak ezt a versenyfutását kell megnyerni, sohasem nyertem meg. De egyszer láttam egy csávót, aki ebben a versenyfutásban azzal vett részt, hogy szerelmes verseket ír. És akkor gondoltam, na jó, hát ilyet én is tudok. És nagyjából így kezdtem el verset írni. És tulajdonképpen bevált, de volt még valami, ami... Hát igen, mit akartam? Ja igen, tudom, mit akartam mondani, hogy ne mondjuk például az elején a... Nem az első, hanem a második, harmadik verses könyvem, tehát ez is mint a 20 éve. Na van egy bizonyos szerelmem A, egy Adrián nevű lány. Na hát ő bucka lakó volt, nem szabad csak egy ilyen rózsadombi, de abszolút ilyen. Zsidó család. Egy keszülő. Tessék itt a zsidózás elkezdődik. Tessék? Az mindig elkezdődik egy pont. Elkezdek inni, és Csurka Isten felülírja aranyás. Mint a Petőfit hallani. Hát érted ezt a befordultam a konyhára? Na, de a konyhának lesz szerepe valóban. Tehát, hogy na mindegy, szóval az volt, hogy így... Hogy akkor be kell engem mutatni, hát hogyan mutasson meg, mit csinál, nem tudom, hogy egy kétes egzisztencia. És már eleve készített föl, hogy hát ugye lesz ez a példa, amire akkoriban nagyon érzékeny voltam, a csendőrperdú, tehát hogyha ilyen magászok van. Mindegy, szóval, tehát 20 éves voltam, nevetséges. De például volt az, hogy le kell venni a cipőt, azt különösen fájlaltam. Belevettem. Viszont azt elkezdtem beszélni, és hát így magamról megfeledkezve a következő snit az volt, így fönn volt a lábam az asztal. De hiszen zokniba voltam, ezért kényelmesen éreztem magam. Totál álságos volt az egész, tehát tényleg a kötelező vasárnapi ebéd, miközben ment a tévé, tehát ugye az egész egy borni baromság volt. Na, viszont cserébe meg is írt. Tehát, hogy ja, csak már a izéről beszélni, tehát, nyilván ott volt pénz, itt nem volt, itt volt perspektíva, nem volt. Viszont aztán megint... Tudtad, mi az a perspektíva? De meg is
írtam, de ezt nem is írtam, ez egy viszonylag jó vers lett a régi szériából, szóval ennyit tudtam tenni, tehát hogy az íráson keresztül tulajdonképpen szétironizálni, meg bosszút állni. De hogy akkor válaszoljak a kérdésemre, hogy tényleg volt ez a szétesettség, kiszáradtság, aminek ugye az lett a végül, hogy Sirályban lakom, de akkor egyébként már bizonyos esetben megérettem egy... Szóval ezt az előzte meg, hogy hát korábban kényszeresen csaltam a csajaimat, tényleg kényszeresen. Tehát, hogy apukám nyomorult kódját követtem, miközben hát nem voltam vele kibékülve, de mégis kottára, és aztán egyszer csak én voltam két éven keresztül szerető. És az borzasztó volt és feldolgozhatatlan. És amikor ennek lett vége, akkor éreztem azt, hogy itt nem tudom, szevaszt, akkor laktam a Sirályba, és hát akkor ebbe jött bele a Zsófi a maga, nem tudom, hanvas ártatlanságával és iszonyatos ifjont energiájával, amit persze mindig hűtöttem le. Tulajdonképpen így ide, tehát igazából nagyon termékeny viszony volt ez, tehát hogy én ezt a kiábrándultat nyomtam, tehát hogy az ember ilyen, mert üres a kamra, ő meg azt gondolta, hogy abszolút teli van ez a kamra, és akkor valahogy itt találkoztunk félúton, vagy nem tudom, tehát bennem is, a kiszáradt fában elindult a keringés, ő meg valamilyen értelem bennem is talán szkeptikusabb, ironikusabb, önironikusabb lett, kicsit jobban rálátott arra a világrengető ifjonti energiára, ami buzgott benne, hogy annak tulajdonképpen mekkora is a hatóköre. Nagyjából ez volt, és aztán elindult egy kvázi polgári élet, ami hát kiderült, hogy nem mi döntünk egy csomó dologról, vagy tulajdonképpen semmiről sem, és aztán most semmilyen feldolgozom ez a dolgom. Ez a folyamat most akkor még tart? Azt termelje, hogy tudsz írni? Most írsz éppen valamit? Hát speciálisan pont most nem tudok írni, mert itt vagyok. De tényleg, ha annál az egyik tétező. Na, ezt még soha nem mondtam senkinek. Az egyik dolog, ami miatt így abba hagytam az írást, az az, hogy elkezdett rettetesen kínossá válni az, hogy jegyzetelek. Tehát, hogy így dumálunk, teljesen világos számomra már, hogy így annyira be vagyok tépve, hogy nem fogok emlékezni másnak, tehát akkor felírom. Ha amikor már nagyon kínos volt, akkor így kimentem a WC-re, kell mindenki azt hitte, hogy prostata problémám lehet. 10-3 percenként mentem pisilni, hogy felírjak egy szójátékot, mert akkor már kínosnak éreztem társaságba jegyzetelni. Na, most nem tudom, erőt vettem magam, most újra nálam van a jegyzetfüzet, attól. Szóval nem, abszolút volt. Tehát, hogy mondom, egy seggel elgabattok ülni, és most akkor ezen a lóban ülök, ami persze nem csak azt mondta, hogy írok, hanem speciál azt is jelent, hogy tök el vagyok maradva, tehát rengeteg mindent kell olvasnom, ami ebben a 15 évben történt, mert hogy ugye nyilván a bűntudat miatt, hogy pályaelhagyó vagyok, innen is nem követtem a színát, de bár nagyon sok mindent pótoltam. Az olvasást te is említetted ebben a kis filmben, nagyon óvatosan, de azt mondtad, hogy az mindenki tudja, hogy nagyon jól csináltad azt, amit csináltál, nagyon pontos technikával és precízen, és te ezt úgy indokolod, hogy nagyon sokat olvastál annó. Így van, tehát ugye ennek van egy folyamat, tehát hogy az ember nem úgy kell föl, hogy na mától bankot rabolok, tehát ugye ennek azért van egy folyamánya. Én is készültem, de nem is ez a lényeg, hanem azt hiszem, hogy az, hogy az ember meg akar felelni. És hogy a férfi lévén kinek akarsz megfelelni, elsőban a nőnek. Tehát ugye az egész életem, illetve a akaré csoportos út, hogy meg akartam felelni. Annyit kell tudni még az életemre, hogy édesanyám másfél évesen fény kapott, tehát ugye elhagyott, és azóta ugye a nőkkel szemben mindig ilyen pici távolságtartó voltam, illetve hát ugye eléggé furcsán kezeltem a nőket. Ők is engem, mert nagyon sokszor azt hitték, hogy bankautomata vagyok, mert ugye innen-onnan jött ló, és akkor nem tudták, hogy honnan van. De összességében én azt gondolom, hogy mindig mindent a nőért teszünk. Tehát ugye bármi is van az életünkben, mindig meg kell felelnünk, kinek akarunk megfelelni, annak, akit szeretünk, annak, akit kedvelünk. És hát én is ennek rendeltem alá magamat, úgyhogy ezért kezdtem el úgymond privatizálni, és ugye gyakorlatilag utána meg
az életem az arról szólt, hogy percenként, vagy mit tudom én, hetente váltogattam a hölgyeket, mert azért szerettem a hölgyeket, de ettől függetlenül ugye ez volt a vezérmotívum az életemben. Azért, ha már irodalmi mű, akkor az nagyon feltűnt, hogy ezeket ugye nagyon természetesen, hogy jól sikerülnek eltervezted, de ugye beöltöztél a végén már, saját magadat is a rendőröket is szórakoztattad. Utána volt olyan eset is, hogy Just László a Forró Nyomon, talán nem tudom, talán... Kriminális című műsorban megkért téged, hogy műsorváltozás lesz, és ne holnap, hanem holnap után rabolj, hogy te tudják adni. És te ezt megcsináltad. Szóval te az jutott eszembe, hogy mint egy irodalmi mű, aminek gyakorlatilag van, kijelölöd a hőst, kijelölöd az ellenséget, a rendőröket, őket jól megvicceled, majd kijátszol, és van dinamikája, és van dramatikája az egésznek, amit csinál. Stílusa is van, azt mondja a költő ott jobban. Hát az volt az alap probléma, hogy a rendőrök mindig izomból akartak mindent megoldani, és ugye utólag Garambölgyi László volt rendőrség kommunikációs igazgató, elismerte, hogy a rendőrség az én ügyemet egy picit elkommunikálta, tudnélik, ők séróból tolták, tehát ugye gyakorlatilag arról szólt az egész, hogy ők mennyire fasz a gyerekek, és én mennyire balfasz vagyok, és ugye ezt tolták, miközben nem tudtak elkapni. És rájöttem arra, hogy ezzel úgymond lehet szórakozni, és tulajdonképpen éltem a lehetőséggel, mert ugye volt egy-két rendőr, aki ugye picit ugye begyenme volt, de ugye a rendőröket soha nem tartottam ellenségnek, ők ellenfelek voltak. Sőt, volt olyan még a 93-ban, hogy a Ó utcában bekerítettek. És az történt, hogy lezárták az utca elejét, utca végét, jött a motoros rendőr, és annyi szerencsém volt, hogy rossz címet kaptak. Tehát nem 26, hanem a 24-ben mentek be, és kijöttem a szatyóval a hónom alatt egy zsák pénzzel, és kérdeztem a motoros rendőrt, hogy mondom, valami probléma van? Azt mondja, persze, itt kiraboltak egy valamit, és jöttek helyszínen, és nyilván kisételtem a kordonból, tehát itt is piszok szerencsém volt, de hát ugye ott, ha elkezdek szaladni, akkor végem van, mert ugye az volt, hogy a rendőrök bementek egy kapuajba, mert ugye rengeteg ilyen kis üzlet volt ott, és azt hitték, hogy ott történik a különböző cselekmény, és ki tudtam sétálni a bankból, illetve az utcámból. Tehát rengetegszer volt szerencsém, de a lényeg az, hogy ugye a rendőröket én nem azt mondom, hogy tiszteltem, de soha nem volt nekem bennem ellenszem, hogy bárkit is le kell lőnem. Tehát nekem az volt az alapkoncepcióm, hogy úgy megyek bankot rabolni, hogy senkinek azért ne legyen bántódása. Viszont azt tudni kell, hogy maga a bankrablás az egy primitív műfaj. Tehát ugye bemész, és ott hiába mondod, hogy jó napot kívánok, legyenek szívesek, adják ide a lóvét, vagy semmi cécó. Tehát ugye ezt voltam a Grassalkovics úton, ott már harmadszorra voltam, és valaki mondta, hogy hát, tudja, hogy merre van a szép, úgyhogy menjen nyugodtan, vegy el a lóvét. Az itt a problémám, hogy lezárták, akkor még ilyen bank voltak ilyen biztonsági akármicsodák, és az orom mellett bezárták, mert tudták azt, hogy nem lesz konzekvencia, tehát nem lesz senki pofán verve. És hát szégyen szemre el kellett kullogjak, sőt egy postásrác a túloldalról kiszúrt és motorral követett, úgyhogy Dunát is úsznom kellett ennél a Barninál, mert ugye motorral követett, és nem tudtam a menekülő autóhoz oda menni. Tehát piszok sokszor szerencsém volt, de ugye ez pont arról szólt az egész, hogy ez a macskaegér játék. És ugye amikor ők elfogtak, akkor meg ezzel picit úgymond izomból visszaértek, és ugye amikor a második elfogásom megtörtént, ugye akkor több mint 70-73 embert azt hiszem, hogy előléptettek, sőt a Terra utcában a takarítónő is valami plecsint kapott. És ami még probléma volt, és ezt szerintem megint elrontották, hogy ott viszkiztek. És ugye ez egy picit gáz volt, mert ugye a pék sem kap reggel viszkit, hogyha a kenyeret megsüti, tehát ugye a rendőrnek az a dolga, hogy a bűnözőt elkapja. És ez nagyon-nagyon, ez megint csak az én malmomra hajtotta a vizet, hogy a rendőrök ott ünnepelték magukat. Hát ugye ez a dolguk, hogy elkapják a bűnözőt, nem? Mert ugye ennek mindennek megvan a törvényszerűsége, őket az adófizetők pénzért azért fizetik, hogy bűnözőt elkapják, ők viszont meg ott ünnepelték magukat, és hát ugye utána azért meg én is éreztem egy picit ennek a ellenszerét, amikor aznap éjszaka úgy kéz és lábpilincsbe kellett aludjak, meg még két rendőr vigyázott rám, majd nehogy fényt kapjak megint. De van egy olyan interjú fent az interneten, ahol a nyomozó mesélete elfogásodról, hogy
ugye ez egy hátborzongató pillanat, amikor te elmondod, hogy egy nagyon forgalmas kereszteződésben laktál akkor, krumplis, nem, paprikás krumplit főztél éppen. De ott, csak az B-színnel szabadt el. Igen, B-színben. És főztél, és egyszer csak nagyon-nagyon nagy csend lett. És ebből te már tudtad, hogy lezárták azt a kereszteződést és azt az utat. Igen, ez Zuglóban volt, ugye ismerjük a Nagyős Egrési, illetve a Nagyős Erzsébet királyné sarkát, téjjel-nappal megy a villamos, és egyszer csak azt vettem észre, hogy tulajdonképpen egy teljesen síri csend van. És kinéztem, és akkor láttam, hogy a mesterlövész a túloldalról éppen próbálja, hogy a fizimiskámat bemérni, és akkor ugye nyilván megszólaltak a különböző harci riadós, szokásos dolgok, hogy rendőrség, be vagyunk kerítve. Tehát ugye ők is be voltak tojva, én is be voltam tojva, tehát mindenki picit be volt barázva, és az az érdekessége a dolognak, hogy ugye az a rendőr, aki engemet nem lőtt le, ugye ki volt adva a tűzparancs, azt miattam kirúgták, és ezért nem lett tábornok. És ugye Sós Pikant érje el, hogy például az esküvőmre ő szerezte a zenekart, tehát ugye ez is egy érdekes történet. De akkor már éreztem, hogy a paprikás krumplit nem fogom tudni megenni, mert elég sok rendőr így körbevett, és hát ugye kiderült, hogy előtte három nappal már hermetikusan körbezárták az egész környéket, tehát sőt, lezárták az egész országot, úgyhogy picit túlspilázták a dolgokat. Én csak a viszkizésre szerettem volna visszautalni, hogy ott ül itt az interjúban egy nyomozó, meglett férfi, és mondja, hogy és több nyomozónak, amikor betörtek hozzád, és elfogtak könyvbe, lábadt a szeme, és ünnepeltek, és valóban egy olyan teher került le róluk. De ugye akkor te azt is elmondod ugyanebben a dokumentumfilmben, hogy három opciót láttál a szemed előtt abban a pillanatban. Az egyik, hogy nekik támadsz, a másik, hogy megadod magad, és a harmadik pedig, hogy fejbe lövöd magad. Ugye ezt utána tompítják, és azt mondják, hogy semmelyikre nem lett volna. Bocsánat. Csak hogy azt mondták, hogy sem magadat, sem bennünk nem tudtál volna kárt tenni. És itt csak a halál a kérdés. Az a kérdés, hogy ennyire közel kerültél a halálhoz, mind a hárman nagyon közel kerültetek, és erről szeretnék egy kicsit beszélni veletek, hogy melyik volt az a pillanat, amikor azt érezted, hogy oké, itt nincs más lehetőség, mint hogy mondjuk fejbe lőni magadat. Ott sok opció nem volt, tehát ugye volt három opcióm, vagy nekik rontok, és akkor ugye te a szülőt csinálnak belőlem. Lehet, hogy egy-két embert magammal tudok vinni, vagy főbelőben magam, vagy pedig megadom magam. Tehát Isten igazából bármelyiket választhattam volna, a lehetőség az nálam volt. Én azt gondoltam, hogy ha nem is tudatosan, de elkövettem valamit, és azt mondom, hogy ezért bűnhődés jár. Tehát ugye én a sorsban hiszek, amilyen az agyistenen a fogagyisten, tehát ugye büntetlenül semmit nem tehetünk az életben, és azt gondoltam, hogy eljött az a pillanat az életemben, amikor számot kell adnom arról, hogy eddig és nem tovább. Tehát, hogyha ezt eldurvul, és hogyha nem kaptak volna el, akkor valószínűleg a dolgok eldurvultak volna, mert alapból nem adtam volna meg magam például a bankban. Tehát, hogy én a 20. bankrablás után megfogadtam, hogy én egyszerűen nem adom meg magam, inkább lőjenek agyon, de az biztos, hogy nem teszem meg azt a szívességet, hogy feltartott kézzel kijöjjek a bankból. És azt gondolom, hogy az életem itt változott meg, és azt gondolom, hogy a börtön meg is mentett. Tudnélik, hogyha nem kapnak el, akkor biztos, hogy azóta már agyonlőttek volna. Tamás, te is említettem már a beszélgetés elején, hogy nagyon-nagyon sok barátod és társad már nem él, mert abban a korszakban belehaltak, vagy abban az életmódban. Te ezt közelre látod, és ez változtatott valamit, vagy tényleg csak a megtérés volt az, ami ebből ki tudott rángatni? Kettő nem elválasztható. Ugye egy kábítószeresnél, főleg aki junkie, tehát aki kemény drogokat használ, számára igazából nem motiváló az az érv, hogy figyelj, hagyd abban, mert belehalsz, mert abban a téveszmében él, hogy jó, de addig sokkal többet élek, mint más. Hát ez egy óriási kamu, mert én évekről nem emlékszem az életemből. Úgyhogy vannak ilyen narkós, önigazoló álfilozófiák. Hát a halál az tulajdonképpen egy része volt ennek az életmódnak, mert ahogy említettem, tényleg őrű dolgokat produkáltam folyamatosan, abban is bármelyikben bele lehetett volna halni, nem csak a kábítószerbe. De hát számtalanszor megtörtént az, vagy számos alkalommal, hogy valaki belőtte magát, vagy mi adtunk be, és akkor ott össze is esett, és akkor néztük, hogy most akkor visszajönne, vagy nem.
hát sterilizálatlan anyagokat fecskendeztünk közvetlenül a vérünkbe, meg mindenféle szörnyűséges, őrült dolgokat csináltunk. És az akkori őrült képzeletemben még az is megjelent, hogy hát ez valamiféle heroikus út, amelyben ugye Jim Morrison, Jenny Joplin, a Rolling Stones gitárosa, sokan Jimi Hendrix belehaltak, és akkor ők mekkora híroszok lettek ebből. Hát ezek mind a világ kultúrájának azok a jól látható téveszméi, amiből ma is lehet pólókat gyártani, és ma is lehet lehúzni ebből pénzt, de valójában egy álságos hazugság az egész, mert a halál az egy nagyon valóságos esemény, és nem csak esemény, hanem bizonyos értelemben létforma is. A halál után nem szűnik meg az emberi személyiség, és pontosan ez volt az, ami végül is engem visszatartott, hogy tovább menjek, mert az evangéliumok olvasásából megértettem azt, hogy a halál után nem szűnik meg az emberi személyiség. És ezt nektek mondom mindazoknak, hogy itt ültök, mert soha nem állom meg elmulasztani azt a lehetőséget, soha nem szeretném elmulasztani ezt a lehetőséget, hogy erről beszéljek az embereknek, mert egyetlen egy olyan személy van, vallásalapító volt sok, aki azt mondta, hogy aki hisz én bennem, soha meg nem hal. És ha meghal is, él. Ilyet nem lehet kitalálni emberi észre. És én azért nem félek már a haláltól, mert benne hiszek, de amíg nem hittem benne, addig igenis féltem, és mindenki fél, és azért fél, mert nem a megszűnés jön a halál után, nem is a reinkarnáció, mert hogyha erkölcsös pillangóként újra tudnánk majd kezdeni mélyről, és feltornázni, mert erkölcsösek lennének a száncsapásaink, és ki tudnánk kerülni a karmikus körforgásból, akkor ugyebár kevesebb stressz lenne a halál közelette, de nem kevesebb, hanem nagyon nagy. És ez a drámaiság is jelzi az ember számára, hogy vegye komolyan a halál tényét. Sajnos sokkal nagyobb, mint az ember. És egy kulcs van, az nem egy vallás, még csak nem is az úgynevezett keresztény vallás, hanem egy személy, Jézus Krisztus. Ha vele valaki megismerkedik, akkor többé nem kell félnie tőle. Krisztián, szerintem még mindig, de javíts ki, hogyha nem így van, tabu a halál, tabu arról beszélni, tabu akár még barátok között is, nemhogy interjúkban is. Jó, nem, azért megvárom a kérdést. Köszönöm. Én így gondolom, hogy szerintem még mindig tabu, de az elmúlt gyakorlatilag fél év az arról szól, hogy nem elég, hogy ez megtörtént veled, de erről kell beszélni, erről kérdeznek, és erről született nyilván a kötet is. Most jelenleg te hogy állsz a halálhoz? Milyen viszonyod van vele? Egyrészt gátlástalan vagyok, vagy legalábbis ez az imidzsem, tehát bármikor, bármiről tökszesen beszélek erről is. Hát másrészt, ja, hát én nem tudok osztozni ezzel a felfogással, amit a Tamás most képviselt, hogy nem tudom, mondtam, hogy minden adósságomat megadom, tehát nem szeretnék senkinek olyan végtelen sokkal tartozni, hogy soha nem adhassam meg. Szóval szerintem, amikor vége van, akkor vége van. De például volt valami, amit a haláltól mindig jobban félt, vagy a halálnál mindig jobban félt, és az valószínűleg most is így van, a börtöntől például jobban félek. Tehát a visszatérő rémámom, az van köze a halálhoz, mert az, hogy megöltem valakit, ami nyilván valamifajta irreverzibilitásnak a szimbóluma, tehát hogy ezt most már nem lehet visszacsinálni, már nem lehet bocsánatot kérni, már nem lehet jó fejnek lenni. Rettegek, menekülök, és aztán nyilván az a vég, hogy elkapnak, és akkor és kurva jó kedvűen ébredek, hogy oké, sok gáz van, de ez azért nincsen. Miért tűztöd a börtön? Ez ilyet, mert nem ismered.
Ne, igen, valószínű egyébként, nyilván csak a ilyen képzeteim vannak róla, és akkor az nyilván egy ilyen világbent, és akkor abban ugyanúgy lehet létezni, meg tájékozódni, vagy nem tudom, tehát annak is vannak a rétegei, persze, biztosan így van. Egyrészt azon, hogy a meghalás, annak ugye eléggé után néztem, és ott nagyjából azon, hogy a meghalás környékén... Nem, de tényleg, tehát hogy így csomó olyan videót megnéztem, a klinikai halálból visszajöttek, nem tudom, tehát hogy valahogy az van, hogy ott már nincs probléma. Tehát, hogy amikor... Az más kérdés, hogy én szerintem ezt a hormonok csinálják, és de mégis ott vagy nincs probléma, és aztán utána meg végképp nincs, tehát... De mi volt a kérdés? Mi volt a kérdés? De most már azt volt elszintem ezzel. Hát... Mert nem vagyok a magam ura. Azért, mert az önök... Bocsánat, most az van. Nyilván most se. Költő kérdés nyilván. Igen, de ez akkor, ezt átfordíthatjuk a szabad akaratra, és akkor ez a Tamásra is kérdés, de... Ez mindenkinek kérdés. De én nem jutok be. Jó, nyilván nincs szabad akarat. Dehogy nincs, abszolút van. És egyben van eleve elrendelés is, ez, amit az emberi értelem csak deficittel tud megközelíteni, tehát abszolút lehetetlen értelmileg ezt az elrendelést felfogni, miközben mind a kettő együttesen létezik. De nem úgy létezik az eleve elrendelés, hogy felfüggesztené a szabad döntésedet. Én egyszer mondom, ne keresd benne a logikát, mert nem lehet ezt logikával megközelíteni, ez azon komoly, és ezért nem is kell, hanem én azt tudom mondani neked, hogy azért itt a földi életedben ássál mélyebbre is, és használ ki jobban a szabadat. Én abszolút igyekszem egyébként minden mélyebbre esni, meg... Nem abban az értelemben... Az abban, hogy az ember mélyre ás, akkor ő is megy vele, tehát hogy így ás. Nem abban az értelemben. Nézd, az elsőre te is lehet. De én például a Tamáshoz képest, de mind a kettőtökhöz képest, sokkal beszarik voltam. Tehát oké, politoxikomán vagyok, ópiátok? Hát, mint a szúrós csenki soha nem voltam, tehát mit tudom én, ilyen alufólia van néha. De tehát valamilyen értelemben én úgy akartam érizni, tehát úgy akartam úgy kb. Mindent csinálni, hogy azért így úgy megvolt a veszélyérzet. Másfelől még egy dolog jutott ezzel, vagy nem tudom, mondom, beszari voltam. Hát a 90-es évek elején a film oszlatér elment a Hernyó irányába, én meg akkor inkább kerestem egy másik társaságot. Ha viszont azért előálltak olyan helyzetek, amikor ilyen majdnem meghalt, tehát mit tudom én, az oktogonon van egy ilyen lepecsételt lakás, ami kurva jó, mert pont azért, mert le van pecsételve, ott tárolják a cuccot, és akkor oda, nem tudom, Krauszra, a Natile van, vagy Dixivel, vagy itt bemásztunk, már eléggé szépítve, én így meg, a harmadik emelet, én így ilyen korlátra kellett mászni, nyilván megszédültem, jackpot, a Nagy Attila berántott, ott mondjuk simán hanyatt esettem volna, hogyha nem kapja a Nagy Attila. Autóbalesetek volt nekem egy csomó, nem tudom én. Csak aztán elég hamar rájöttem arra, hogy amikor így elmegyek utána a társaság, mondjuk elmondok egy autóbalesetet, jó? Csajom így, mindegy, fordul, pusztaszerű úton, belénk jön a Renault, egy kis posztra vagyunk, pörög, forog az autó, nem tudom én, hogy tényleg sikerült volna belépni a fékbe, ahogy akarok, akkor meg is halok, mert igazából hátet kaptam a kocsinak. Nagy nehezen vagy, ki tudok szállni, bemegyek a zöld, megkérdezem, hogy jól van, oké, akkor bemegyek a zöldség, és veszek egy sört, hallom ezt a hangot, akkor rájövök, hogy a fogam vacog az üvegen. És aztán elmegyek egy házi buliba, ahol elmesem, hogy majdnem meghaltam, és így tudom, egyáltalán nem érdekes, ja, hát majdnem mindenki meghalt. Tehát mindenkinek van 17 ilyen. Ha meghaltál, az érdekes. Azt, hogy majdnem meghaltál, az kurvára nem érdekes, és így magamra maradtam ezzel a történettel, ami belül nagyon nagy volt, hát majdnem. Kb. Most elejebb beszéltem, nem? Szerintem. Én túl sokat beszélt. Tényleg? Még szavalt is, mert én is elmutatok egy verset? Én hol szavaltam? Az elején, nem emlékszem. Ja!
Csak a mostani fél életemre nem emlékszem. Akinek te hívő vagy? Vagy mi volt ez a belső hang, vagy erő, ami túlsegített ezen az időszakon? Hívőnek próbáltak benevelni, és ugye már akkor már lázadtam, hogy a dogmákkal, meg a klerikálisokkal igazából nem tudtam soha egyetérteni tudat alatt. Én tiszteletben tartom mindenkinek a felekezeti hovatartozását, elfogadom mindenféle Istennek a létezését, de úgy vagyok vele, hogy engem hagyjanak békén, tehát ugye nekem megvan a saját Istenem. Én másban hiszek, én a sorsban hiszek, én tudom azt, hogy ha valamit elcseszel, azt visszakapod, de Istenben nem hiszek. De elfogadom, hogyha valaki más ebben hisz. Hogy vagy ezzel a szereppel, ami a whisky szerepével? Amikor először találkoztunk, akkor azt mondtad nekem, hogy árult el, ugye keramikusként dolgozom most, egy vásáron árult el, és jött egy hölgy veled szembe, nagy mosolya, és mondta, hogy kedves Attila, megismer engem, és akkor derült ki, hogy ő volt a Gellért téri postában az egyik hölgy, akit kiraboltál. De virágot vittél neki, igen. Igen, mert a virágból könnyebb előven a fegyver, tehát ugye ez is egy technikai malőr van. Nem, az a problémám, hogy ugye rengetegen jönnek oda, különböző helyekről, és ez a hölgy is odajött, és kérdeztem, hogy nem ismerem meg, és megijedtem, mert ugye a 50 és a halál között volt, és mondtam, remélem, hogy nem volt egy görbe éjszakán, már nem akartam a hölgyet megbántani. A lényeg az, hogy mondta, hogy hát tudja minket rabolt ki. Mondom, bocsánat, elnézést, és ott bokáztam neki 5 percig, tehát hogy próbáltam a mea culpázni, és tehát tényleg én már az árnyékomtól is elnézést kértem, tehát ugye nem mondtam, hogy ne haragudjon, sajnálom, és mondta, hogy ja, mi nem haragszunk már, mi nagyon szeretjük magát, hát ugye virágot hozott nekünk, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor, hát ugye 30 évig most templizett, vége történt vele valami az életben, hogy kirabolták. Persze ez ennyire így lehet, hogy így mókás, azért egyébként ez nem egy mókás dolog, tudnélik, hogyha valakire ráfogjuk a fegyvert. Azt azért, ha egy picit visszafordítjuk a helyzetet, azért mindenki gondolja el, hogy ez azért elég veszélyes történet. Tehát, ha az ember belegondol abban, hogy senkinek nincs a homlokára írva, hogy én egy ámbórrabló vagyok, tehát nyilván ez egy kemény műfaj. És sörötnél, de aztán mondtad, hogy neked az volt az imidzsed. Nem, az volt a problémám, hogy, illetve nem az a probléma, hanem a probléma az, hogy eléggé megosztó személyiség vagyok, és egy hónap járultam Visegrádon a palota játékokon, és ott jött egy jó szituált hölgy, és nagyon sokáig méregetett, nem tudtam, hogy mit akar, és azt mondta, hogy remélem a pokolba kerül, imádkozott magáért. Mondom, hogy csak utána hölgyem, mert mondom, ott jó a társaság. De hát ezekkel nem tudok mit kezdeni, tehát ugye nyilván van, aki utál, van, aki kedvel. Én azt gondolom, hogy én megbűnhődtem, és a mérleg egyensúlyba került. Tehát nem vagyok rá büszke, sajnos nem olimpiai bajnok vagyok, nem Nobel-díjas fizikus. De az a helyzet, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni. Egy kis ország, itt be vagyok skatujázva, egy polcra bepakoltak, és innentől kezdve azt gondolom, hogy ezzel valamilyen szinten együtt kell élnem, de nem tudom az életemet, és a nevemet sem akarom megváltoztatni. Nem biztos azért, szerintem még ezt ne zárd be te magadat. Én nem zárom be, csak ugye az előítélet az egy komoly társadalmi probléma egyébként. Na most, nem, tényleg hirtelen rájöttem, hogy ez érdekes. Hogy neked az volt az imidzsed, tehát ez az erő, tehát azért is, tehát nyilván nem a nem tudom, Móri bankrabló íze, vannak abban a státuszban, tehát hogy neked ez az erőszakmentesség volt az imidzsed, vagy ez a jámborság, most is így jellemezted magad. Hogy akkor az hogy van, hogy amikor 5 eset után, ez már világos, hogy ez a fegyver nem fog elsülni, akkor még mindig megijednek tőle 6-szor is, amikor tudják, hogy úgyse. Hát ugye nem arról szólt az elején, hogy mindenki tudta, hogy én vagyok a viszkis rabló, hanem nyilván bementem egy bankba, ráfogtam a fegyvert az ottani alkalmazottakra, és ugye nyilván mindenki betolt. Tehát ugye azért, amikor már másodszorra, harmadszorra mentem ugyanabba a bankfiókba vissza, ugye már megkedveltem azokat a bankokat, és akkor már nem volt probléma, nyilván a hölgyek nem féltek, de ugye ez egy tényleg egy kemény műfaj, tehát én ezt nem ajánlom senkinek, nem azt gondolom, hogy az én életem az egy mintakövető életforma lenne, és most rengeteg fiatal most fegyvert kell fogjon, és el kell menni a bankot rabolni, de az a helyzet, hogy maga a bankrablás az egy veszélyes műfaj, tehát ugye persze, hogy az emberek megijednek.
De akkor te tulajdonképpen eljátszottál ott valami erőszakosságot, ami valójában nem volt benne? Persze néha kellett anyáznom, mert ugye nem vettek komolyan. Tehát ugye, hogyha most én szépen kérem a pénzt, akkor nem adják ide. Tehát ilyen helyabbat mondom, hogy legyenek szívesek, adják ide a pénzt. Volt, aki elküldött a kedves anyámba, és mondta, hogy miért nem megyek el dolgozni. Én mondom, csokolom, éppen dolgozom. Tehát ugye voltak ilyen vitáim a hölgyel, és hogy ugye polemizáltunk azzal, hogy most dolgozok, nem dolgozok, minden. Én azt gondolom, hogy ez egy elcseszett része volt az életednek, de hát ezzel nem tudok. De rendszeresen hasonlít az annyi költészetre, tehát eljátszott, hogy most komolyan beszélnek. Én határozottan kell fölépni, másképpen nem vagy hiteles. Viszont az egyik apropó, hogy itt van ez a kötet, hogy pár napja jelent meg az Európa kiadó gondozásában. Ez a legújabb kötet, ami Attila életéről szól. Több is megjelent már. Most pedig már tudhatjuk, hogy Antal Nimród rendezésével november végén megjelenik a Vízkis film. Mit szólsz ezekhez, és hogyan látod a saját magad ábrázolását? Milyen a viszonyod ezekhez a szerepekhez? Elolvasod például mondjuk ezt a könyvet? Te ezt olvastad már? Természetesen. Az életemről szól, nyilván azért elolvastam, illetve én segítettem az írónak, hogy ezt összerakjuk. Az, hogy készült rólam egy film, még mindig jobb állítólag a döntéshozók szerint, mint hogyha róluk készült volna. Tehát ugye azért van jó néhány olyan ember, akiről elég kemény filmet lehetne készíteni, de ugye nagyon sokan a szkeptikusok azt mondják, hogy miért kell egy bankrablóról filmet csinálni, miért kell egy ilyen emberről filmet csinálni. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy ugye, ha megkérdezünk bárkit itt a teremben, mondjon 5 jó filmet, abból nyilván 2-3 a bűnnel valamilyen szinten affinitásban van. Tehát ugye az emberek vonzódnak egy picit a bűnhöz, vonzódnak ezekhez a dolgokhoz. Én a filmek kapcsolatosan csak annyit tudok mondani, hogy egy nagyon jó rendező kezébe került a film. Bízom benne, hogy nagyon sokan megnézik, és azt gondolom, hogy a nézőszám lesz az, ami mérvadó. Az, hogy milyen lesz a film, ezzel nem akarok állást foglalni, hogy amikor valaki kicséri a lovát, az már egy picit gyanús. Én azt gondolom, hogy elég sok pénzt beletoltak ebbe a történetbe, és hogyha ez a film visszahozza a befektetett összeget, akkor már úgymond megérte ezt ennek az egésznek az elkezdése. De itt azt gondolom, hogy minden szempontból a nézők döntenek, hogy ez egy jó film lesz-e vagy sem. Van ennek azért egy bukéje, hogy az állam 800 milliót ad egy kaszinómágnásnak, vagy ennél többet, és a kaszinómágnás ad egy 800 milliót arra, hogy ez a minden készüljön. Több egyébként nem vagy pontosan a számokban, de ez több mint 1 milliárd. Igen. Szép történet így az volt. Aki egyébként tökéletesen tönkretette, vagy az ő kedvéért tönkretették a legális legális pókerjátékot, tehát hogy így visszaszorult oda, abszolút voltam, és tehát a törvény előtt volt, nem tudom én, 17 pókerterem Budapesten, most van egy, és az emberek kocsmák hátsó rekeszteiben játszanak. Nem tudom én, igen, tehát hogy visszaszorították az illegalitásba. Itt a probléma. Ugye, azt mondták, hogy azért hozták be ezt a... Hát bocsánat, nem akarok polemizálni, de azt mondták, hogy azért van ez a törvény, hogy ugye az emberek elkölcsösen éljenek. Tehát ugye csak most már a kormány részéről lehet játszani. Nem, nem élnek elkölcsösen, csak addig a termek fizetnek például adót. Most ugye a kocsmák hátsó szobáig nem fizetnek adót. Nem, hát semmi, a területnek az egyáltalán nem akarok ezt róla beszélni. Oké. Ebből a filmből, a Vízkis filmből most kaptunk a producer által egy kis részt, amit még sehol nem vetítettek le soha. Ti vagytok az elsők, akik ezt látják. Úgyhogy élvezzétek, és utána Attila elmondja, hogy milyen magát így látni. Kérlek, indítsd. Thank you.
De... Nyomozó úr... Hozza be nekem az Andrust. Százalékos pontosággal igen. Nyilván technikailag én máshonnan indultam el, ugye a magassága ugyanaz volt. Én ugye a mai napig is beleégtek a kezembe a kábelek, amiken lecsúsztam, és hát ugye ez eléggé macerás volt, mert ugye közel 6 métert kellett ugranom, és szétment a bokám minden, de ugye az adrenalintól nem éreztem semmilyen fájdalmat. Viszont szerencsém volt itt is, mint általában szoktam mondani, mert ugye kihasználtam azokat a hézagokat, ugye kevés sör volt, ismertem a rendszernek a hiányosságait. De mondom, hogy 90%-os pontosággal hasonló a eredeti megszökésen is. Azt ígértem a beszélgetés elején, hogy megpróbálom kifuttatni a pozitívba ezt a beszélgetést. Úgyhogy most rettetesen rágyújtanék az egy pozitív tudom, élet. Tudom, ez az utolsó, mert de még dedikálnod is kell. Nem, csak dohányzott a nyomozó. Most bent vagytok? Most rendben vagytok? Saját magatokkal és ezzel a helyzettel, ahol vagytok? Azt gondolom, hogy nekem is a lelkemben béke van, és nincs hiányérzetem. Tehát soha nem gondoltam volna azt, hogy eljutok arra pontra, amikor nem fikázom az utcán az embereket, nem mintek be a kocsimban azonnak az embernek, aki éppen esetleg valamilyen szabálytalanságot készít. Néha persze elgúl a gyógyszerem, de igyekszek alázattal élni. Jól érzem magam a bőrömben. És belül vagyok boldog, vagy legalábbis egyértelműen a boldogság felé tartok. Ja, én mondhatod még azért mondani, hogy persze a boldogság felé én is tartok, abszolút, de rájöttem, és ebben sokat segített a Dunakanyar, kiderült ugye, mind a ketten, majd megmutatom egyébként, a Bubernat vagy a szerepel az egyik első szerintem, hogy szóval a napfényről beszéltem a legelején, hogy igen, szóval az, hogy süt rám, akkor úgy mondom, Isten szabad napja, hogy valahogy az, tehát tényleg ma is dobáltam a vízbe, még mindig úsztik a kutyán, dobáltam a botot neki, és levetkőztem félmeztelen, és sütött rám a nap. És nem mennék olyan messzire, hogy boldogságnak nevezzem, de már tulajdonképpen azt gondolom, hogy nem is feltétlenül az a cél, hogy cél az a tartós nem boldogtalanság állapota. Hogy,
hogy boldogtalanak lenni nagyon könnyű, és általában ez történik az emberrel. Tehát én már azzal kérdezek, hogyha nem vagyok, tehát hogyha tartósan nem boldogtalanok. A boldogság az ilyen csúcs, ami ritkán van, lehet, hogy pont ma lesz, de az ritkán van. A nem boldogtalansággal elég jól ellennék. Igazad volt, hogy a Krisztiánt megkértük, hogy a zenén szavajon, kérlek, akkor tedd meg ezt te is, és előtte lezárom a beszélgetést, hogy ezzel legyen vége. Nagyon köszönöm, hogy ilyen őszinték voltatok, és hogy eljöttetek. Krisztián dedikálni fogja a kötetét, Attila pedig a róla szóló könyvet. Egy szinten lejjebb találjátok meg a két srácot, és ott lehet megvásárolni is. Ó, akkor én is hoztam volna CD-ben. Krisztián a sok elbüzleten. Nem, ez a kiadó hozta, ugye? Vagy 170 forintot látok per könyv. Lenne ilyen ember, akkor azt kérem, hogy te hagyd szívjad egy, tehát ugye ott leszek, csak 5 perc spéttelnere elszed egy szívjad. Ez a 10. Margó Irodalmi Fesztivál, és még van egy koncert ma este, úgyhogy ünnepeljünk együtt, és nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok, és kérlek akkor Szabály Tamás. A Mesterséges Ember című szózenémnek az első fejezetét fogom elszavalni, mert a másodikkal együtt már túl hosszú lenne. A fákat még a szilveszteri szélvész töri, a gázon még az árvízkori félkész pöri. Jó lenne felolvasztani, és többé nem elveszteni, mindazt, ami fontos, újra elkezdeni. A híreket nézed, az ebéd megül, a műsor szándéka mögül egy mogul árnyéka vetül, a képen egy hadúr fenyeget vadul, hol is van Kabul? Ez a zóna hol terül el? És ki ez a gyilkos bulterier? Beremeg alatta a komód, ahogy üvölt bikamód, de te otthon magad meg nem adod, sőt, adod magad, ez az ön részed. Mert a költészet verbális törkészlet, a lélek, ki az égre fölnézett, és a földrészeken átfürkészett természet más, mint a neten böngészett porfészek. De mit tehet az ember, hogyha nem mer? Hogyha nem tud bánni igennel és nemmel? Ha arcára redőt az enkevés. 50 év Pesten, ez nem kevés szenvedés, de a nem engedés is több, mint a nem tevés. Lelke terhelt, mint az ingatlan. Ez az ingetlen, bűnkatlan, és irdatlan, méltatlan az órabér. Elered az óra vére. A HRS, ha rákeres, vajon infót róla kére? Hóba hébe jó 6 éve, mindezek okán, mint a pohár után, tropán, bután. És jött a sok torkán, guruló pia folytán urológia. Jó, hogy van hozzá boruló fia, mert itt kevés a puszta teológia. Te mesterséges ember, hív az emberséges mester. Nem kell félned, nem kell, itt az élet, kezd el. Thank you.